A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete idén immár 15. alkalommal adta át a Fejér megyei Prima díjakat. Az elismeréseket olyan személyeknek ítélték oda, akik saját területükön maradandót alkottak. A Hotel Magyar Királyban megrendezett szombati gálát Kovács Tibor a VOSZ Fejér megyei szervezetének elnöke nyitotta meg. Mint mondta, az országos díjat alapító Demján Sándor érdeme, hogy minden évben átadják a rangos elismeréseket. Sikeres vállalkozóként szerencsésen összefogta tehát a vállalkozásokat, tehát úgy döntött, hogy a Prima díjat alapít a legjobbadnak a művészet, sport és a tudomány kategóriában, hogy a vállalkozói jövedelemből és összefogásból tehát el tudjuk ismerni azon tehát embereket, akiket föl tudunk nézni, és példaként lehet rájuk tekinteni. Az ünnepi esten Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a fehérvári és megyei vállalkozásoknak a társadalmi felelősségvállalásért, az elmúlt másfél évben tanúsított helytállásért. A Fejér megyei Prima díj 1-1 millió forinttal járó fődíjait Halmai Tivadar festőművész, Tamás József Bálint öttusázó és Molnár Ferenc vehette át. A közgazdász fenntarthatósági szakértő az ENSZ és az Európai Bizottság által is elismert virtuális erőmű programjával érdemelte ki az elismerést. Ma már második legnagyobb erőműként Magyarországon, 800 megawattnyi zöld teljesítménnyel egy hatalmas közösséget sikerült építenünk. Ez körülbelül azt jelenti, hogy ilyen 60-70 ezernyi tagunk, projekttagunk van, aki a saját munkáját a mi mentorálásunk mellett beviszi egy közös virtuális poolba, és ebből épül a fenntarthatósági programunk. A közönségdíjat idén Bucsi László vehette át. A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója örömét fejezte ki. Mint mondta, a 250 ezer forint összegű pénzjutalom felét felajánlja a Fejér megyei Ortopédia Fejlődéséért Alapítvány javára, amely fiatal orvosok képzésével, továbbképzésével foglalkozik. Struktúrafejlesztés, építkezésekbe is be lehet szállni, és el is kezdtünk az ortopéd osztályon egy VIP-korterem kialakítását, és még nincs teljesen meg a büdzsé, úgyhogy ott szerintem jó helyen lesz az a pénz, ami ebből majd oda át fog menni. Az Alma Régia Művészeti Iskola Kókonya csoportja a VOSZ külön díját érdemelte ki. A gálaesten sor került szakmai elismerések és az év megyei vállalkozója díjak átadására is.